Döntések 33 pontot tárgyalt Paks képviselőtestülete, emlékérem a gyógyászati központ vezetőit díjazta a Védelmi Bizottság, 20 euró befejezte a nyomozást a rendőrség a paksi pénzhamisítási ügyben. A TelePaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! A ProUrbe-díj adományozásáról, a költségvetés módosításáról, valamint a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról határozott. Egyebek mellett szeptemberi ülésén a Paksi képviselőtestület a városvezetés több mint 30 témát tárgyalt szerdán, döntöttek többek között arról is, hogy csatlakoznak ismét a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A vonulási számok nem csökkentek, tehát ugyanannyi eseménye volt a tűzoltóságnak, nem csökkentek a hatóságügyek, szakhatóságügyek számai sem, amiben elmondhatom, hogy gyakorlatilag felvesszük a versenyt Szekszárd megyei jogú várossal, akinek nagyságrendileg 3-szor akkora területe van a szekszárdi kirendeltségnek, mint a miénknek, de mégis a hatóságügyekben, illetve a szakhatóságügyekben már most közel ugyanannyit, vagy esetenként még több ügyet bonyolítunk le. Ezzel a gondolattal egészítette ki a tavalyi évről szóló írásos beszámolót Csöglei István, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A közbiztonság helyzetéről Paks képviselőtestülete az első pontban tárgyalt a szerdai ülésen. A város rendőrkapitánya is szóban egészítette ki a beszámolót. Szeretném megköszönni a felajánlott támogatást a pandémia helyzetben mindenkinek, illetve az állampolgároknak tényleg a jogkövető magatartását, hiszen nagyon sok változás volt folyamatosan itt a jogszabályi környezetben, és a beszámolás tartalmazza, hogy közel több mint 50 000 ellenőrzést folytattunk, és ahhoz képest a szabálysértés feljelentések száma ügykörben elenyésző és elhanyagolható. A beszámoló véleményezését követően a testület egyhangú 12 igen szavazattal fogadta el a közbiztonság helyzetéről szóló dokumentumot. A szerdai ülésen a városvezetés több mint 30 témáról határozott. A Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást az ellenzéki Paksi Deák Ferenc Egyesület is támogatta. A fiatalokat mindenben támogatni kell, hogy tudjanak ilyen pályázatokon indulni, és ezt el is tudják nyerni. Nem könnyű ma fiatalként egyetemre járni, és ennek a költségerét állni, ezért én abban hiszek, hogy ezeket a pontokat mindig egyhangúan támogatni kell. Adjunk még minél több pénzt a fiataloknak. A költségvetés első féléves végrehajtásáról, valamint a módosításról is döntött a városvezetés szerdán. Ezen kívül a vízi közműszolgáltatási ágazat 2022–2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervét is jóvá hagyták a képviselők. Zárt ülésen született döntés a ProUrbe-díj adományozásáról. Paksváros önkormányzata, a képviselőtestülete a város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett kiemelkedő teljesítményért, az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján Etesi Gábor úr részére ProUrbe kitüntetést adományoz. Ezúton gratulálok Etesi Gábor úrnak, azt gondolom, nem kell senkinek bemutatni Pakson az ő közéleti szereplését, a Paksi Vakbottyán Gimnázium Tehetséggondozó Közalapítványban végzett munkájától kezdve a Paksi Sportegyesület elnökségi tagjaként rengeteg olyan tevékenységet végzett az elmúlt 30 esztendőben, ami miatt úgy döntött Paksváros képviselőtestülete, hogy számára adományozza ezt a kitüntető díjat. Településrendezési eszközök módosításáról és a PFVZRT első féléves tevékenységéről is döntés született szeptember 8-án. Az ülésen több napirend kapcsán is kérdéseket tett fel a Paksi Deák Ferenc Egyesület. A további döntéseket a pénteki híradóban, valamint a Testületi Tudósítások című magazinban ismertetjük. A képviselőtestület gazdasági bizottsága Paks környezetvédelmi programjával összhangban pályázatot hirdet a városban működő bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek. A pályázattal többek között a természeti értékek megőrzését, gazdagítását és bemutatását szolgáló, valamint a helyes hulladékkezelést elősegítő tevékenységeket, a környezeti nevelést és oktatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó szemléletformáló tevékenységeket, a zajterhelések hatásainak csökkentését, az allergén növények írtását kívánják támogatni. Leadási határidő szeptember 28-án 16 óra. Tolna megye védelméért emlékérem kitüntetést vehetett át dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, Frasné Nikl Gyöngyi, a Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazgatója és Farkas Éva Edina háziorvos. Az elismeréseket Horváth Kálmán, a Tolna megyei Védelmi Bizottság elnöke adta át. A szekszárdi ünnepségen részt vett Süli János miniszter, valamint dr. György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár. Az elmúlt másfél esztendőben részt vettünk tesztelésen, részt vettünk logisztikai munkában, részt vettünk oltások kiszolgálásában, és egyéb a pandémiához kapcsolódó, talán föl sem sorolható tevékenységekben, és én úgy ítélem meg, hogy Tolna megye ebben a munkában, mondhatnám azt is, hogy kiválóan, de legalábbis jelesre vizsgázott, és ezt én nyugodt lelkiismerettel mondhatom. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte dr. Horváth Kálmán kormány megbízott, a Tolna megyei Védelmi Bizottság elnöke a meghívottakat a szekszárdi Hotel Meropsz Mészárosban. Az eseményen a Tolna megye védelmiért emlékérmet és elismerő oklevelet, 41 a koronavírus járvány elleni védekezésben a maga területén kiemelkedő munkát végző megyei szakember vehette át, köztük felnőtt és gyermekházi orvosok, kórház és ápolási igazgatók, higiénés és infektológus szakorvosok, a mentőszolgálat szakemberei, katonák és orvosok, hallgatók, hatósági és vízügyi szakemberek. A rendezvényen dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, Frasné Nikli Gyöngyi, a Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazgatója és Farkas Éva Edina háziorvos is elismerést vehetett át, utóbbi díjazott nem vett részt az eseményen. Nagyon örülök, hogy elismerték a munkámat, de ez nem csak az én érdemem, hanem a munkatársaimnak az érdeme is, akik az elmúlt másfél évben nagyon sokat tettek azért, hogy Pakson és a paksi kistérségben a COVID-fertőzést megakadályozzák. Ezzel mi főként az oltással vettünk részt. A dolgozóink közül tavaly októbertől márciusig 24 fő delegálva volt havi, két havi, illetve több hónapig a Szekszárdi Balassa János Kórházban. Ott is részt vettek a munkában, illetve egy rövid ideig segítettünk a Életfa idősek otthonában. Irányelvek voltak úgy országosan, mint egyeztettünk más intézményekkel is, de ezt helyi viszonyokra kellett szabni. Ebben is jó képzett kollégáim vannak, akik tudtak segíteni, illetve hát konzultáltunk, és ez alapján kialakítottuk a helyi eljárásrendet. Ugye ezt humán erőforráshoz, épülethez, körülményekhez kellett igazítani. Én azt gondolom, hogy jól sikerült. A legelső hétvégi oltási napnál volt egy kis zökkenő, mert sokan nem az időpontjukra jöttek, de egyébként a többi napon azt gondolom, hogy nagyon kulturáltan, fegyelmezetten zajlott az oltási tevékenység és a védekezés. Nekik nehéz volt, nekünk csak, mint betegnek elviselni volt nehéz. Tehát nekik meg ugye ez egy szervezett munka, mert nem csak az egészségügy, mentősök, katasztrófavédelem, honvédség, a kórházaknak besegítettek ugye a beteg utak biztosításába, de a kormányhivatalok szervezésbe, vakcinellát, maszk, tehát ez egy teljes megyét lefedő, ugye a kis települések polgármesterei nem beszélve, akiknek össze kellett gyűjteni a betegeket, akkor tanyagonnoki vagy egyéb buszokkal, ami létezett, azokkal beordan az oltópontra. Ugye a honvédség végezte a kis településeken az oltóbusszal az oltást is, tehát összetett munka volt, meg tudtunk állni, mert ez most még nincs negyedik hullám, csak ilyenkor meg kell köszönni azoknak a munkáját, akik ezt a teljesítményt az elmúlt másfél évben nyújtották. Az ünnepségen pohárköszöntőt mondott Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke, valamint közreműködtek a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai. Kalandok Nigériában, a szultánok, emirek és királyok földjén címmel tart előadást dr. Kondricz Péter, egykori magyar külgazdasági diplomata, szeptember 14-én 18 órától a paksi Borbála című rendezvénysorozat részeként. Az érdeklődők betekinthetnek a nigériai hétköznapokba, a távoli ország kulturális, etnikai és vallási sokszínűségébe, a tradíciók szerepébe. Élményeit a diplomata könyvben is megörökítette. Kedves olvasó, rendhagyó olvasmányt tart a kezében. Íróját diplomataként, mint egy légideszantost ledobták Nigéria legnagyobb városába, Lagosba, hogy a térségben üzleteket közvetítsen. Mindeközben az írót, vagyis engem egy kultúrsok cunami vágott hanyat, majd emelt fel. Így ajánlja dr. Kondricz Péter nigériai kalandokról szóló könyvét. Élményeiről azonban nem csak írott formában, hanem előadásokon is beszámol. Most Pakson is meghallgathatják őt az érdeklődők. Óriási megtiszteltetés számomra ez a meghívás. Én nagyon szeretném a paksiaknak egy picit közelhozni Afrikát. Közelhozni azt a kontinenst, azt a kultúrát, azt a történelmet, azokat a mindennapokat, amelyek teljesen ismeretlenek számunkra. Fogalma nincs az európai embernek arról, hogy mit érez, hogyan él az afrikai ember, és mit érez egy európai, akit oda, mint egy deszantos ledobtak, azzal, hogy feladatot végezzen el, egyáltalán hogyan lehet túlélni azt a kulturálisan, éghajlatilag és minden szempontból teljesen más és ismeretlen közeget. Ezt szeretném bemutatni a paksiaknak. Dr. Kondricz Péter Afrika legnépesebb államában volt külgazdasági attasé, diplomata. Nigéria a világ egyik legveszélyesebb országának tekinthető. Tudjuk, ott a Boko Haram a legkeményebb terrorista szervezet, akik elrabolnak embereket. És mégis szeretetlen méltó, és mégis csodálatos. A vallás szerepe, az emberek áltatlansága, mind az, ami ezzel jár, engem hihetetlenül megfogott. Ott egy ember, hogyha velem nem akart üzletet csinálni, vagy nem akart barátkozni, a szemembe mondta, hogy doktor, én nem szeretlek téged, nem kedvellek téged, hagyjuk egymást békén. És akkor tudtam, hogy ez van, pillanatokon belül megöl, elás, elrabol, vagy olyan helyzetbe hoz, hogy nehezen fog tudni hazajönni. Szerette a tisztaságot, becsületességet, amit Afrikában tapasztalt. Ez valószínűleg a vallás miatt van. Északon, ahol hauszák vannak, iszlám terület, ott ugye Allahnak hívják az Isten. Lent a déli területeken keresztény Istenként tisztelik. De mindenhol megvan az az ártatlan, hamisítatlan afrikai odafordulás és szeretet, vagy gyűlölet, de mindent korrekt módon kommunikálnak velünk. Ezt nagyon-nagyon szerettem. Az érdeklődők a nigériai hétköznapokba, a távoli ország kulturális, etnikai és vallási sokszínűségébe, a tradíciók szerepébe szeptember 14-én 18 órától kaphatnak betekintést a paksi Borbála rendezvénysorozat keretében az ASE csarnok előtt. Lezárt akta befejezte a nyomozást a rendőrség a paksi pénzhamisítási ügyben. Tavaly decemberben egy 26 éves férfi az egyik helyi benzinkúton többször is hamis 20 eurós címlettel fizetett. Nem sokkal később kiderült, hogy a bankok valójában semmit sem érnek, mert nem eredetiek. A rendőrség nyomozni kezdett, kiderült, a hamisítónak volt egy társa is, akár 8 évre is börtönbe kerülhetnek. 7000 forint, középárfolyamon ennyi az értéke most 20 eurónak. A kékes színű bankjegyeket egy paksi férfi nem átváltotta, hanem oda-haza gyártotta. A rendőrség szerint tavaly decemberben egy helyi benzinkuton fizetett a hamis bankokkal. A kutas észrevette a hibát, azonnal a hatóságokhoz fordult. A paksi benzinkútról érkezett bejelentés szerint tavaly decemberben ismeretlen személy több alkalommal olyan 20 eurós címletű bankjegyekkel fizetett, melyekről később kiderült, hogy hamisak voltak. A bejelentés kapcsán a paksi rendőrök nyomozást indítottak pénzhamisítás bűnelkövetésének gyanúja miatt. A bizonyítékok egy 26 éves paksi férfihoz vezettek, arról egyelőre nincs információnk, hogy mivel készítette a 20 eurósokat. A rendőrség azonban azt elmondta, hogy a hamisítónak biztosan volt egy társa is, aki segített neki. A nyomozók látókörébe került egy 26 éves paksi férfi, aki gyanúsítotti kihallgatása során a hamis bankjegyek eredetén túl 21 éves társát is megveszte. Őt a nyomozók szintén gyanúsítottként hallgatták ki. Az eset körülményeinek vizsgálatát a paksi rendőrök befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. A két hamisító a kihallgatáson mindent beismert, szabadlábon védekeznek. Ha vádat emelnek ellenük, és a bíróság is bűnösnek mondja ki őket, akár 8 év börtönt is kaphatnak. Lezárják a Gesztenyi és utca Kishegyi út és Pollák Mihály utca közötti szakaszát szombaton reggel 6 órától este 6 óráig az atomfutás miatt. Ez idő alatt a módosított útvonalon fognak közlekedni az egyes helyi járata buszai. A rendezvény alatt az Árnyas utcai megállóhely lesz induló és a végállomás. További részletek a képernyőn feltüntetett elérhetőségen. Csütörtök este kevés fátyolfelhő várható, csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-13 fok között alakul. Pénteken napközben túlnyomóan derült napos idő várható, csapadék nem lesz, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. A Híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!